Hivatásomhoz méltóan élek. Türelmetlenül marmalták az esküszövegét a Pécsi Tudományegyetem szexádi karán végzett hallgatók, 177 sikeres záróvizsgát tett egyetemi polgár közül 149-en vehették át ünnepélyes keretek között a több éves munkagyümölcsét jelentő papírt, 13 különböző szakon adtak át okleveleket, legnagyobb arányban az alsófokú pedagógus képzésben résztvevők számára, ők összesen 115-en voltak jelen. Bár felmérések szerint egyre kevesebben választják ezt a pályát, a szexádi képzőhely mégis tudja tartani a számot. Tavaly 132-en végeztek ezeken a szakokon. Ha van kiemelt küldetése ennek a karnak, akkor pontosan az, hogy a pedagógusi pályát, ahol csak lehet, népszerűsítse, elfogadtassa a fiatalokkal, befogadtassa ezt a hivatást. Az intézmény vezetője hozzátette, a diplomával komoly felelősség is jár, hiszen innentől kritikusan és kreatívan gondolkodó értelmiségiként kell megállniuk a helyüket a végzetteknek, főként a jövő nemzedékét nevelőknek, a tanítóknak. Hogyha valaki tehet azért, hogy ez a generáció ez ne butuljon el, és az informatikai kütyük áldozatává váljunk, akkor azok mi vagyunk. Mi vagyunk azok, akik meg tudjuk nekik tanítani, hogy hogyan és miként lehet ezeket az eszközöket helyesen kezelni. Az ünnepségen kari kinevezéseket jelentettek be, kiváló oktatókat és kimagasló teljesítmény nyújtó végzős diákokat ismertek el, illetve nyugdíjba vonuló munkatársakat búcsúztattak és jubileumi diplomákat, valamint pedagógiai szolgálati emlékérmeket is átadtak.